Legújabb olvasmányélményét választja ki ez a nő a könyves polcok között. Sok más intézményhez hasonlóan városunk könyvtárában is nyári szünet van, de ebben az időszakban az embereknek sokkal több idejük van az olvasásra, így a könyvtár látogatottsága is folyamatos. Sokat olvasunk, de bibliatémájúakat, de nem könyvtárból kölcsönzöm, hanem saját, megveszem és úgy olvasom el. Hogyha megyek, akkor ifjúsági regényeket olvasok. Újságot olvas ez az idős férfi a könyvtár egyik asztalánál. Az intézményben látogatók közül vannak, akik nap mint nap betérnek, csak hogy a legfrissebb hírekkel induljon a nap. A nyár slágernek számító bestsellereit mutatja Tóth Éva, a József Attila könyvtár igazgatója. Krimi, szórakoztató irodalom, bestseller. Még mindig ezek a kategóriák a legkedveltebbek és a legkeresettebbek. Nyáron szeretik azért a könnyű olvasmányokat, sok az olyan nőknek szánt bestseller, a krimi irodalom is elég népszerű, viszont vannak a magyar irodalomból, a kortárs irodalomból is mindig van egy-két olyan mű, amit szívesen visznek. Hát most például egy szomorú apropó nyomán Eszterházi halálával kapcsolatban ugye megjelent a Hasnyálmirigy napló című könyve a betegségéről. Ezt is sokan keresik. A József Attila könyvtár a nyári időszakban rövidített nyitvatartással. Hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 órától 13 óráig, kedden és csütörtökön pedig délután 13 órától egészen 18 óra 30 percig várja a látogatókat.